Fokozza a biztonságot Finnország az Oroszországgal közös határán az ukrajnai orosz invázió, illetve az annak nyomán kialakult feszült helyzet miatt. Ennek jegyében 200 km hosszú, 3 méter magas szöges dróttal ellátott kerítést építenek. A kerítés megépítése az ismertetett tervek szerint 380 millió euróba kerülhet. Finnország és Európa biztonsági helyzete alapvetően megváltozott. A finn-orosz határ jól, sőt, példaértékűen működött, de a kialakult helyzetben minden okunk megvan arra, hogy felülvizsgáljuk és újra átgondoljuk a megállapodásainkat, mondja a finn határőrség dandár tábornoka Jari Toipanen. A projektmenedzser azt mondta, a kerítéssel megerősített határszakaszra éjjellátó kamerákat, lámpákat és hangszórókat telepítenek. Az építkezés három ütemben zajlik, majd a tervek szerint 2025-ben vagy 2026-ban fejezik be.